Köszöntöm Önöket, ez a világhíradó, én Nemes Anna vagyok. Több ember meghalt Németország nyugati részén Trierben, amikor egy 51 éves helyi férfi az autójával nagy sebességgel nekihajtott a gyalogosoknak a sétáló utcában, a város központjában. A sofőrt őrizetbe vették. 15 ember megsérült, köztük gyerekek. A hatóságok felszólították a helyi lakosokat, hogy kerüljék el a környéket. Szemtanúk szerint az autós szándékosan gázolt el az embereket. Szeptember óta most először csökkent az új fertőzöttek száma világszinten, de Európa több országában továbbra is kritikus a helyzet. Egyre jobban leterhelt az egészségügy Bulgáriában, ahol az egy főre jutó halálozási arány az Európai Unión belül a legmagasabb. Pozitív lett a tesztje Andrej Plenković horvát kormányfőnek, de koronavírusos lett Lewis Hamilton Forma 1-es világbajnok is. A múlt héten vezettek be a járvány lassítását célzó intézkedéseket Bulgáriában, de a szigorítás hatásai egyelőre nem látszanak az adatokon. Bezárták az éttermeket, a bevásárló központokat és az iskolákat. A kórházak zsúfoltak, a betegek száma novemberben meg háromszorozódott. A szakemberek szerint az egészségügyi rendszer alulfinanszírozott. A személyzet kimerült, sokaknak elegük van ebből a helyzetből, de ki kell tartanunk és folytatnunk kell, mondja ez az aneszteziológus. Koronavírusos lett Andrej Plenković horvát miniszterelnök, aki 3 napja vonult karanténba felesége pozitív tesztje miatt. A kormány szóvivő szerint jól van, és 10 napig otthonról dolgozik. Horvátországban a múlt héten zártak be a kávézók és éttermek a romló járványügyi statisztikák miatt. Rendhagyó karácsonyra készülnek Betlehemben, ahol a szállodák többsége zárva tart. Egy éve a városban 2 évtizedes rekordot döntött a látogatók száma. A város vezetés most azt mondja, bár tömegek nélkül, de az ünnepséget idén is megtartják. A karácsony nem marad el most, ahogy nem maradt el akkor sem, amikor történelmünk más nagy problémáival kellett szembesülnünk, mondta a polgármester, utalva az izraeli-palesztin konfliktusra. Tovább szigorítanak Törökországban is, ahol hétvégén teljes kijárási tilalom, hétköznap esténként pedig kijárási korlátozás lesz érvényben. Az elhalálozások és az új esetek száma rekordmagas volt az elmúlt napokban. A kedden életbe lépő rendelkezés egyes ágazatokat, például a termelési és az ellátási láncot nem érinti majd. Világszerte megerősítik az izraeli külképviseletek védelmét, miután Teherán bosszúval fenyeget a vezető iráni atomtudós likvidálásáért. Mossem Farizadét állítólag távirányítású fegyverrel ölték meg múlt pénteken. A merénylettel Teherán Izraelt vádolja. Katonai vezetők búcsúztatták Teheránban Mossem Farizadét. Rajtuk kívül csak a család volt jelen a koronavírus járvány miatt. Irán szerint Izrael végzett az atomtudóssal, ahogy több másikkal is 2010 óta. A bűnös Egyesült Államoknak több ezer, a bűnös cionista rezsimnek pedig több száz atomfegyvere van. Ők talán otthon tartják ezeket dísznek, mondta a védelmi miniszter. Elemzők szerint a zsidó állam az atomfegyvert elrettentésre tartja. Irán viszont már többször fenyegetett Izrael elpusztításával. A teheráni vezetés szerint számüzetésben élő ellenzékiek is segítették a merényletet. Először 20 éve próbálták megölni Farizadét. A hírszerzés megjósolta a mostani támadást és annak lehetséges helyét. Meg is erősítettük a védelmét, de a támadók új módszert vetettek be, mondta a Nemzetbiztonsági Tanács titkára. A tudós vezető szerepet játszott az iráni atomprogramban. Hamenei ajatollah válaszcsapást sürgetett, és azt, hogy mások folytassák a tudós munkáját. Szerintem elkerülhetetlen valamilyen válaszcsapás, mert annak elmaradása újabb merényletekre bátorítana Irán ellen. Egy keményebb akciónál viszont fennáll a veszélye egy nagyobb regionális konfliktusnak, mondta egy politikai elemző. Közben az iráni parlament első olvasatban megszavazta azt a javaslatot, amellyel kizárnák a külföldi megfigyelőket az ország atomlétesítményeiből. A kormánynak pedig előírnák, hogy növelje az urándúsítást, ha az atomalkú európai aláírói nem enyhítenek a szankciókon. A tömegtüntetések hatására átírják a francia nemzetbiztonsági törvény azon részét, amely szabályozná a rendőrségről készült felvételek közzétételét. A cikkeit később újabb parlamenti vitára bocsátják. A kormány szerint a rendőröket szeretnék védeni, a tiltakozók szerint viszont a sajtószabadság kerülne veszélybe.
Több mint 100 000 tüntettek, mintegy 70 francia nagyvárosban a hétvégén az új nemzetbiztonsági törvény ellen, amely a tiltakozók szerint meggátolná a rendőri túlkapások rögzítését. A javaslat szerint akár 1 év szabadságvesztéssel is büntethetik azt, aki nyilvánosságra hozza a rendfenntartókról munka közben készített felvételt. A kormány többség a társadalmi nyomás hatására a vitatott 24-es cikkely teljes átírását kezdeményezi. Órákkal azután, hogy a kormánypárt visszalépett a törvényjavaslattól, a Nemzetgyűlés bizottsági meghallgatásán nyilatkozott a belügyminiszter is, aki azonban más véleményen van. A rendőrség és a sajtó szabadság védelme nem versenyeznek, hanem kiegészítik egymást. Egyik nem győzhet a másik felett, mondta a tárcavezető, aki hozzátette, a rendőröket nem védik megfelelően a műveletek során. A jogszabály bírálói szerint azonban veszélybe került az információhoz való jog és a rendőri tevékenység törvényes ellenőrzése. Az indulatokat egy a napokban történt incidens váltotta ki. Ezt a fekete zenei producert a rendőrök percekig rúgdosták és ütlegelték egy igazoltatás során, majd könnygázgránátot dobtak a stúdiójába. A férfi beszámolóját a biztonsági kamerák felvételei alátámasztották. A producert bántalmazó 4 rendőr ellen a párizsi ügyészség vádat emelt. 2 előzetes letartóztatásban vannak, 2 rendőri felügyelet alá kerültek. Az elmúlt hetekben az egész világot bejárták a felvételek a jutai sivatagban talált rejtélyes fémoszlopról, amely a napokban eltűnt. Nemrég viszont a keleti Kárpátokban Karácsonkő közelében találtak egy hasonló tárgyat, amelynek már a virradóra ugyancsak nyoma veszett. A háromszög keresztmetszetű oszlop 3 méter magas volt. Nem tudják, hogy ki helyezte oda, a rendőrség minden esetre vizsgálatot indított, miután a régészeti lelőhelyen csak engedéllyel lehetett volna felállítani. Különleges hangulatú kirakatokkal készülnek a New York-i áruházak az idei karácsonyra, közben Washingtonban bemutatták a Fehérház ünnepi dekorációját. Ausztráliában jetskiző mikulások gyűjtöttek pénzt állami gondozott gyerekek ajándékaira, a londoni állatkertben pedig már meg is ajándékozták a szurikátákat. 16 nyelven köszöni meg a New York-i Macy's áruház, hogy munkatársai a koronavírus járvány alatt is dolgoznak. A látogatók interaktív kirakatnál tapsolhatnak és személyes üzeneteket hagyhatnak. A Bloomingdale's a Broadway munkanélkül maradt jelmeztervezői mellett helyi művészeket bízott meg kirakatak kialakításával. A látványt illatélményekkel párosították, a vásárlók például fenyő illatot érezhetnek. A Saks Fifth Avenue kirakataiban New York-i nevezetességeket mutatnak be. A Bergdorf Goodman áruházéban pedig díszes feliratok hirdetik a szeretetet, a harmóniát és az egyenlőséget. Közben Melania Trump bemutatta a Fehérház ünnepi dekorációját. Az elnöki pár otthonát 125 önkéntes díszítette fel 62 karácsonyfával, 106 koszorúval és több mint 3200 fényfüzérrel. A Fehérház hivatalos karácsonyfája pedig gyerekek által készített díszeket kapott. Közben egy ausztráliai adománygyűjtésen 150 ember mikulás jelmezben jetskizett, amivel 10 000 ausztrál dollárt gyűjtöttek össze állami gondozott gyerekek karácsonyi ajándékaira. Nagyon elégedett vagyok, sok pénz ez egy olyan kicsi jótékonysági szervezetnek, mint a miénk, mondta a szervező. Készül a karácsonyra a londoni állatkert is. A szurikáták a kedvenc finomságaikat kapták egy vörös postaládából, amelyben levelet hagyhattak a Mikulásnak. Vastag hóréteg borította be az oroszországi Norilszk utcáit. A sarkörön túli városban a gyerekek önfeledten játszottak, néhány felnőtt pedig síléceken ment munkába. Több épület nem bírta a hó súlyát és beomlott. Meteorológusok szerint a havazás még napokig tarthat. Közben a kínai állami televízió felvételeket mutatott be Honan és Anhui tartományok hófötte hegységeiről. Befagyott a Hankató is, amelynek nagyobbik déli része Oroszországhoz tartozik, északi része pedig Kínához. És ez volt a világhíradó, köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!